Mint ismeretes, a költségvetési hiány közel 3000 milliárd forintra lett tervezve az idei évben, de ennek a 90%-át már sikerült elérni szeptember hónapra, ezért valószínűleg a kormány ezért hirdetett be kifizetési stoppot, ugyanis komoly likviditási problémákról és a államháztartás nem túl erős lábakon állásáról ad tanúbizonyságot, miszerint nem lehet semmit kifizetni az aktuális és illetékes minisztériumoknak a béreken, a nyugdíjakon, a szociális és oktatási intézmények fenntartásán és kiadásain kívül, csak külön pénzügyminiszteri jóváhagyás alapján. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom a parlamenten belül is az agrárminiszter úrnak intézett kérdésében szeretne egyértelmű választ kapni arra, hogy az agrár támogatások nem esnek ebbe a kifizetési korlátozásba, hiszen egész egyszerűen az aszály az óriási károkat okozott a magyar mezőgazdaságban a nyár folyamán, és ezt nehezíti a mostani csapadékossá vált időjárás, hiszen a munkákat hátráltatja a jelenleg lezúdult, a nyáron kimaradt rengeteg eső, és hogyha az előleg kifizetések sem történnek meg időben, akkor ez azt jelenti, hogy az őszi vetéseket fogja veszélyeztetni mindez. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom arra fogja kérni az agrárminiszter urat és az agrártárcát is, hogy lobbizzon természetesen a pénzügyminisztériumnál annak érdekében, hogy a már behirdetett október 17-én esedékessé váló előleg kifizetési szakasznak a kezdete az ne csak kezdet legyen, hanem valódi kifizetéseket is vonjon maga után, hiszen ez november 30-áig kéne, hogy tartson, viszont mi komolyan aggódunk azért, mivel a rendelkezések nem voltak egyértelműek, hogy a kifizetési stopp az a agrártámogatások előleg kifizetésére is vonatkozik. Erre szeretnénk egyértelmű választ kapni, és természetesen a kormányzatra szeretnénk nyomást gyakorolni, hogy ezek a kifizetések semmilyenképpen ne késsenek.